Drogprevenciós előadás sorozatot indított az önkormányzat a kerületi általános iskolákban. Marosi Antal volt nyomozó, tapasztalatait felhasználva járja az iskolákat, és mutatja be a drogromboló hatását a 7. és 8. osztályosoknak. A Gazdagréd Csiki Hegyek általános iskolába látogattunk el egy rendhagyó órára. Régóta téma a szülők és pedagógusok körében, szabad-e beszélni a drogokról az iskolában? Mikortól és milyen formában? A legnagyobb félelem és dilemma az szokott lenni, nem a figyelmet hívjuk-e fel erre a rendkívül káros szenvedélyre azzal, hogy beszélünk róla. Holott a gyerekeknek eszébe se jutna ezzel foglalkozni. Ezt a félelmet eloszlatta ez a mai előadás. A megközelítése nagyon egyedi volt és szerencsés, hiszen arra hívta fel a figyelmet, hogy miről mondanak le a gyerekek, ha ne adj Isten, kapcsolatba kerülnek a kábítószerrel, ezzel a rendkívül veszélyes szenvedéllyel. Tehát a kettő nem ugyanaz. Marosi Antal módszerek különbözik a többi preventív előadástól. Nem ismerteti a drogok fajtáit és hatásait, csupán azt mutatja be, mit tesz tönkre a kábítószer a szervezetben, milyen visszafordíthatatlan következményekkel jár. Hát ez az örömközpont, ahogy így lényegében tönkre megy, és utána egy ilyen szobanövények leszünk. Az eléggé megdöbbentő volt, hogy gyűlünk, aztán semmi. Volt már egy-két ilyen előadás, de ez másfajta volt. Másfajtán néztek meg a dolgoknak. Mi tetszett benne legjobban? Hát az előadó az nagyon jól nyomta, mi nyelvünkre fordította a dolgokat. A környezetedben te találkoztál ilyen dolgokkal? Persze, igen. Hát lakótelepen élünk, ugye itt azért ismerek egy-két ilyen formát, aki használja, vagy próbálta már, vagy már leépült. Ederics Péter mindennapjait szerencsére a sport tölti ki, és elmondása szerint ideje se lenne ilyen dolgokkal foglalkozni. De bármennyire félelmetes is szülőként belegondolni, a környezet, amiben a gyermekeink élnek, adott. Jelenleg melyik a legveszélyeztetettebb korosztály? Hát szerintem a 13-tól fölfelé. Más mondanak a statisztikák, de a nagyvárosokban már annyira fejlettek a gyerekek, hogy 13 éves korban már foglalkoztatja őket a világnak ez a szerete, próbálnak fölzárkózni tudásban, olvasgatnak, hallanak dolgokat, fogékonyabbak. Más a minta, ugye a baráti kör az a minta, elvesztettük már a szülők kínánt érdeklődésünket. Kamaszok vagyunk, majd mi megmondjuk, hogy éljük az életünket, én szerintem ez a legveszélyesebb. Ez a rendhagyó óra feltárja azokat az élethelyzeteket, ami a gyerekeket dilemma elé állítja, és minden esetben jó indokot szolgáltat arra, hogy miért ne drogozzanak.